kerítéstől a töltés végéig, ameddig a strand területe tulajdonképpen ki van jelölve. A felső részen lesz egy gyerekbejáró, ami nem lépcső, hanem egy ilyen majd hosszabbított homokos bejáró, a többi helyeken meg stégek lesznek berakva. De minden reszálkámmal csak a szezon lejárta után szeptemberben kerül sor. Ekkor a munkálatok kiterjednek majd a part egészére, megvédik majd az omlástól, de a meder aljára is, ahol homokterítésre kerül sor, mondja Pálffy János polgármester. A szezon az iskola végén júniusban veszi kezdetét, és becsöngetéssel szeptemberben ér véget. A legnagyobb gondot a víz mennyisége jelenti, mondja Pálffy János. A vízszint az most alacsonyabb, mint szokott lenni. Ebből van is egy kis bajunk, mert néhány helyen följött a hínár, de ezt ki fogjuk takarítani. Hát reménykedjünk abba, hogy fog esni az eső, mert hát ugye alacsonyabb a vízszint. A fürdés akkor is alkalmas, semmi probléma nincs ezzel, csak hát az jobb lenne, magasabb lenne, mert akkor nem lenne hínár. A vízpotlást az első tóból oldják majd meg, amit természetes úton táplál a Lajvérpatak, és egy nádrendszer szűri a vizet. De a megfelelő vízmennyiség csak akkor tartható, ha a természetes utánpótlás is megérkezik eső formájában. A faddombori holtágon is a vízhiány jelenti a legnagyobb gondot. Ide a sió duzzasztása után tudnak majd visszatölteni. A tolnai holták fog kapni, siót földuzzasszák. Reméljük, hogy azért esik annyi eső a sió kapos kappány vízgyűjtő területen, hogy elég vízhozama lesz a siónak, akkor a tolnai holtágot 480-as szintre feltöltik. Ez azt jelenteni, hogy 20 centivel magasabb lenne a vízszintje, mint a faddi holtágnak. Itt ki tudnánk egyenlíteni ezt, tehát nekünk ez ilyen 110-es vízállást jelentene a faddi holtágon. A duzzasztás megkezdődött, két héten belül kiderül, ez megoldja-e a problémát a fürdőszezon idejére. Ha nem, akkor szivattyúzni fogják a vizet a Dunából. Ez egy 10 milliós költséggel jár, az önkormányzatnak van 4 milliós tartaléka, a Paksi atomerőből is ígértek pénzt, és hát nyilvánvaló majd akkor itt a dombori vállalkozókhoz üdülő tulajdonos fordulok, mert az önkormányzatunk ennél többet nem nagyon tud most ebbe beletenni. Amennyiben újra megnyílik a területfejlesztési operatív program kerete, FAD ismét pályázni fog a dombori strand területének további fejlesztésére.